Na szép jó napot mindenkinek, üdv mindenkinek ezen a Farming Simulator livestreamen, és onnan fogjuk folytatni a farmozást, vagyis nem onnan fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk, mert ugye teljesen újra lett telepítve a gép, és a legelejéről fogom kezdeni. De ugyanaz a térkép, és hát a gépek azok egy picit másabbak lesznek, úgyhogy annyit már megtettem, hogy bevásároltam gépekből, hanem azt nem kell nektek annyira látni, mert gondolom, hogy unnátok is a dolgot, hogy én itt csak kattingatok jobbra-balra és megveszem a gépeket. Úgyhogy az már megtörtént, de most még annyi lesz, hogy rátolok ide, és akkor megkapjuk az utánfutót Cseperre. Úgyhogy vannak gépek dögivel. Úgyhogy már csak annyi van, hogy mindent be kell szállítani, és akkor el kell kezdeni a munkát. A múltkori tippet köszönöm szépen, igen, ott kell megfogni ezt az utánfutót, ahol mondtátok, kicsit az épilleg, itt a súly alatt a markoló. Jó helyen van? És akkor Q-val csatoljuk is. Nagyon faszabb, föl van csatolva minden. Jó! Na most... látjátok, megvettem a kombányt, két traktort vettem, egy gumihevedereset, meg egy ilyen rakapillásat. Mondom, az kell, szia, gyúsz, szervusz, Edmond, üdvözöllek benneteket, sziasztok! Úgyhogy meg ugyan csak a gyári modokat szedtem le, csak a játékban lévő modokat szedtem le, szóval semmi más nincsen. Hatta pót, jóval lejöttem, na mindegy. Jaj, köszönöm, közben, köszönöm a kávét. Kihagysz minden jóból, gyú, bazd meg, tegnap szíves. Én nem hagylak ki, gyári modokat szedtem le, úgyhogy majd bármikor fogsz tudni csatlakozni, mert ez ahogy csatlakozni, ezt automatikusan letölti. Szia Szeki, üdvözöllek téged is! Úgyhogy... Fűkosza! Ezt megtaláltam modba, ez... Nagyon old school! Nagyon old school, de ez nagyon kell. Ez kell, ez kell. Miért nincs heted? Mert mindig elnyomkodod a tabletedet, kisfiam. Ja, tessék, van neted, kisfiú. Tessék. Ja, két kört. Hát jó, van, a késő jötti. Jó, késő jötti, mindig el vagy veszve. Na, vigyük el a cuccokat haza. És megvettem egy pár darab földet. Úgyhogy van mit csinálni. Vettem ilyen permetezőt, mert ez most olcsó. Mit vigyünk el először? Szerintem a kombányra fölcsapolunk minden. Nem, a kombányra mondom. Nem vagy... Így. Jó van, melózzá, oké, jó. Fölteszem előre a kukorica aratófejet. A hátra meg akkor magunk mögött húzzuk itt a... egyéb arató. Hát a. Ez a kombány nekem tetszik formára, úgyhogy azért szerettem. Amúgy gondolkoztam, hogy gumihevedereset vegyek, de... Na? Annyira szűk itt a hely. Úgy. Meg én voltam a gyökér, mert a arató helyre volt téve. Úgyhogy most jó bevásároltunk itt a farmra, szóval lesz mindenféle gépünk. Egy pár földet megvettem, és mondom, akkor így neki lehet faszán ugrani. Lesz is mit csinálni, meg hát az állattartásban még nagyon kaptú vagyok.
ezt a nagy kaszálót szerintem még majd meghirdetni így lesz. Ez azért úgy adná az ívet az állatoknak, lenne mit csinálni rajta. Aztán majd aki rutinosabb, az majd elmondja, hogy a teheneket azt majd hogyan kell tartani, meg léteztetni, meg etetni, meg minden ilyen marhaság. Na, elígy már. Egyelőre szerintem ez a kombány nem fog kelleni, valahol a hátra leteszem a hátsó blakra. Meg szerintem nagyon a kukorica adapter sem fog kelleni. Itt jó helyen lesz ez a kombány. És akkor hozzuk el a... Ekét kell venni, bizony ekét felejtettem el venni, mert az fog kelleni, igaz? Szerintem ekém nincs. Nincs ekém, úgyhogy egy ekét kell venni. Szerintem ez a nagy eke ennek a gumihevederesnek meg se fog kottyanni. Nem olyan rettenetes nagyok a földek, de szerintem itt nem fog kottyanni. Ott ez bírni fogja. Csak úgy hangatja majd maga után. Ezért vettem direkt ilyen gumihevederes traktort, nem mondom. Hát azért a kisekével az kínszenvedés végig szántani ezt a földeket. Mert ugye az első betakarítás az még oké, de utána, hogy a műtrágyát fölvegye, meg mindent ott is meg kell szántani. Én majd... Ezzel lehet alkotni. Szerintem ez a hevederes lesz ez a szekés traktor. Na, mink van még itt? Jó. Szia István, üdvözöllek, szép napot neked! Sose baj, hogyha előbb kezdődik a lányok. Veszel? Nem, ma még, sikerült az asszonynal elég sok mindent elintézni. Voltunk tüdőszűrőn, voltunk bankban, voltunk napnál. Szóval elég sok mindent sikerült elintézni. És időben itthon vagyunk, ugye holnap... gyomírtó kell, igen. Holnap ugye május 1-e. Így a gyerekeket is hazahoztuk időben az óvodából. És mivel nem kell értük menni, most kellene értük menni, így van idő live-olni. Van idő hamarabb kezdeni a live-ot. És este meg majd egy jó kis vlog. Még hétfőig itthon vagyok, hála az ég. Na, az jó. Ezen miért van két tartály? Ja, hogy ezt tud permetezni? Vagy folyékony műtrágyát? Kiszórni? Vegyünk már egy raklappal olyat. Az 3200 végül is nem vesztek semmit, hogyha ezt megveszem.
kirakodni tudom. Ja, hogy ebbe szirárd megy. Ó. Hogy mi megy ebben? Szerintem ez ilyen műtrágya szórószűz, nem? Az nagyon fasza lenne. Várja, nézzük meg a raklapokat. Ott egy nagyon fasza lenne. Azt mondja, hogy szilárd műtrágya. Az úgy is kell. Ó, nagyon fasza. Ó, ez nagyon jó. Egy géppel le lehet tudni kétféle izét. Mondjuk valószínűleg tartom, hogy ugye mivel kisebb a tartály, ez is sűrűbben kell újra tölteni. De viszont vettem utánfutót, úgyhogy azt meg majd megoldjuk. Nagyon fasz. Hát ez nagyon jó. Szia Tommy MC, szia Pred, üdvözöllek benneteket, sziasztok! Hát ez nagyon penge ez a kis gép. Bemegyek, lepermetezek elől, mögötte meg szórom a műtrágyát, több fasz a termés lesz. Na, ilyen univerzális gépek ezek meg fasznak. Szia Zolcsi, üdvözöllek téged is, szia, szia. Ez oda befér. Olyan, mintha mosolyogna ilyen. Kis kínai kis szeme van a gépnek. Jó. Ezen rajta van a raklapvilla. Itt az utánfutó. Nagyon fasza. Erre majd felpakoljuk a dolgokat. Ha már itt ilyenek vannak. Az a bajom az, hogy ott például targoncával nem lehet utánfutót húzni. Pedig az tök menci lenne. Picsája. Kell venni egy targoncát. Van a szimulátort, hogy nem streamelsz. Hát, mert még nem vettem olyan játékot, ami vonat szimulátor lenne. De úgy hiányzik. Kéne. Az a baj, hogy én ezeket az olyan vonat szimulátor, hát az a baj, lehet, hogy hamar megintem. Annak idején, amivel játszottam, mondjuk az ilyen menedzser játék szimulátorba. Ez a, nem tudom mennyire ismeritek, ez a Traffic Jam. Na jó. Veszünk egy targoncát. Közben Zolcsi, köszönöm szépen a feliratkozást, nagyon szépen köszönöm. 7 hónapja egymás után. Nem, 4. 4 hónapja, nagyon szépen köszönöm Zolcsi. Csak azért, mert szakmába vág. Az a baj, hogy ugye a magyar rész csak moddal lehetne beletenni. Na most az meg vagy működik, vagy nem. Szia Gergő.
Az meg vagy működne, vagy nem. Mert mi volt az annak idején, amivel játszottam, amit beraktam ilyen BZ-t, meg csörgőt, meg ilyeneket? Minecraft Train Simulator vagy? Train Simulator sima? Azzal így próbálkoztam, milyen alföld map, meg ilyenek, hogy ceglédi vonalon lehetett menni. Minden jelzőt magadnak kellett kezelni, úgyhogy... Nem volt a kedvencem, nem volt a kedvencem. Meg emlékszem, hogy a japán pályán átkodoltam úgy, hogy átmásoltam, átírtam a nevét a japán kis vonatnak. Kis motorvonat volt, és beraktam a helyére a BZ-t. Aztán valahogy mindig meghűlt a játék, meghűlt a BZ-t. A 80-as pályán mentem 40-nel, ott siklott. Ott valamit összefutultam, szóval az úgy nekem számomra az úgy elég bonyolult. Be tudom oda tolni. Hát majdnem jó. De meg kell próbálni. Mit? Hát hagyjuk. Jó van, ez itt megtaláljuk. És akkor nekünk kell egy olyan, hogy el kell hozni ezt a traktort. Emlékszem, még itt az utca végén működött a TS, ilyen volt a TS-nek valami ilyesmi kinézetű tud. De a hangja az nagyon jó, tehát az nagyon adja a hangja. Ezek után milyen live lesz? Ma még lesz volt. Nem tudom, mindig rá tudom-e venni, hogy jöjjön a botot. Jössz hatozni ma? Vagy long darkozol? Akkor botozok. Nyugi nélkül ő long darkozni fog. Hát a hangja az nagyon adja. Forog bent valami. Ó, a generátort hajtja az égszín. Önindítót azt látom. Ez a gép amúgy én így ránézésre én nagyon házilag parkácsolt cuccnak tűnik. Jó, és akkor van még a Csepel teherautó itt. Egy kérdés. Szerintetek ezzel az autóval azt a pótot el tudom húzni? Elvileg van csatoló, csak nem tudom én... Kompatibilis-e a kettő? Mert akkor ide vennék egy targoncát, amit itt vagyok, és akkor ezzel lehetne pakolni. De nem tudom, hogy ez kompatibilis ez a kettő. Szevasz, Grevi! Ez nem ifa jó, ez csepelte. Ne, kicsinyítsé már le minket. Ifával járunk.
Jó, fölvettem. Akkor nagyon jó, veszünk egy targoncát, azt az itt lesz, és akkor erre föl lehet pakolni. Köszönöm, kész szépen, Fred, nagyon szépen köszönöm a lúcot. Figyeltem, Fred, figyeltem. Hemem a pályán van. Jó. Akkor erre föl lehet pakolni a raklapokat. És ha nagyon azt néznénk, még lehet venni még egy utánpótot erre. Na, vegyünk akkor egy targoncát. Az itt jó lesz így, milyen raklappakolásra. Manitó, ez kell nekünk? Vagy nem ez kell nekünk? Kompakt rakodók. Hát ez nem targonc, ez a bobcat. Hát akkor vegyük meg ezt a manitót. Aha. Hát elvileg itt van csatolója, szóval ezzel is lehetne húzni. 37 ezer nem tétel érted, szóval ennyit már megengedhet magának a farm. És akkor raklapot föl tudjuk pakolni. Mindjárt egyszerűbb lesz. Miért feszesen ül benne a csávó? Cigit én a szájába. Lehet majd benevezek a World War Z-re, nagyon bejön, de csak kultúba adja az érzést. Nem láttam még belőle egy streamet sem, megmondom őszintén. Hát ez azért adja, hát mennyivel könnyebb már, mint rakkorral itt szerencsétlenked. Én még egy streamet nem láttam belőle. Én megmondom őszintén, tudatlan vagyok, hogy milyen játék az. Én megmondom őszintén, az Epic Store-nak amikor jön az exkluzív part, itt vagy itt jön Human, én azt akarom. Ó, hát hagyjuk már, ezt mese fölrakni így. Igaz iskola. Igen, hát a gyerekek. Ebben nem sok műtrágya marad, de azért elviszük. Ó, kettő magasan is lehet rakni.
Volt ez így baba. Na most csak a kérdés, hogy a fejtető rád műtrágyát, vagy gyomért dolgoz, majd hogyan... Azt hogyan borítom vissza? De miért nem rakom a másiknak a tetejét? Na mindjárt visszaboríjuk valahogy. Visszaállítás itt működik? Szerintem nem, mert lehet, hogy leveszi a raklapot. Megoldom. Olyan hangja van, mint az Alien a bolygó neve halálban. Amikor Sigourney Weaver beleül a rakodóba, a hidraulikus rakodóba. Jó, és akkor vegyünk egy raklap csirkekaját. Csirkéket akarok. A búzát majd ültetünk, addig szerintem ez elég lesz a csirkéknek. És... egy jó disznó kaját. Nem veszünk disznó, de elveszünk disznó. Jó, és akkor van műtrágyánk, még kell. Még műtrágyát vegyünk, vagy két raklappal. Azt még fel tudjuk rakni, és akkor arra a gépre is megvan. Ezt most felpakoljuk, és akkor teljesen jók leszünk. Mondjuk ott van még a másik oldala. Akkor a másik oldalról is lehet rakodni. Aha. Szia, Totya! Grevi, nem fér el. Becsméreled a kreativitásod.
4. Az nyújni segít. Zolcsi, ne csináld! Hát meg majd még ki kell mennem zsömlejé. Hát én ezért mondtam, hogy vegyünk fölvágottat. Szervusz Erzsiket így. Mi az, hogy egy plató nem fér el 2 euróra kap egymást? Itt van Zolcsi. Maybe. Mi van? Na jó van, Nyunyi. Elmész a picsába. Ez nem ifa, hanem csepel. Mehet még egy kicsit, még egy kicsit. Fogd meg a söröm, rárakom. Na. Szerintem le lehet kötni. De nézzük meg. Le. Meg le. Faszal. Mi van? Nyonyi! Hercegnő! Nyakon váglak. Méne. Nem tudok. Tibi, ha kemény vagy, nem kötöd le. Nem szeretnétek az év fél nap nézni, hogy én rakapokat rakok. Miért ilyen szűk a plató? Miért nem fér el egymás mellett 2 plató? Ott meg már a traktorral majd lesz együtt szerintem. Nem? Heh.
Azt mondod, Grevi? Szerintem is. A legjobb nem én vagyok. Vannak százszor jobbak. Te netes lesz, megáll, addig még lekötözzük. Meg hát! Hagyjad már hülyeséget! Hagyjad már hülyeséget! Nem, amúgy bála után futótatja. Na legyünk kreatívak! Két raklap van. Két raklap, én nem fordulunk meg. Nem jövünk még egy kanyar. De. Á, ide rámegy még ez a kettő. Nem emel nagyobbat? Á. Ez gáz. Kicsit kilóg az araklap, kicsit megtoljuk. Úgy. Mi maradj ott. Köszönöm szépen a követést. Hohohoho! Amúgy targoncát még életemben nem vezettem, ki kéne egyszer próbálni. Köszönöm szépen a követést, még egyszer, nagyon szépen köszönöm, meg Viktor, neked is köszönöm szépen a követést. Megrakjuk a pótot. Mi van a gyerekek gépével? Mit csináltak már? Na, ez a...
Na. Megvan. Hát nem túl fényes a rakomány állása, de csapjuk neki. Cseppellel mindent is elhúzom. Baleset veszélyesen hagytad ott a targonytát. Mi? Föl van emelve a villa, jár a motor. Hasonlít az Icarusra. Hát, nem. Egy a problémám, hogy ez most forgózsámolyos utánfutó, hát és ezzel tolatni, az nekem elég problémák. Jó, én ezzel nem akarok tolatni. Hova tudom behúzni? Majd jó nekem megmutatja, hogy hogy kell ezzel haladni, mert én ehhez gyökér vagyok. Ide hátra jó lesz. Ez itt senkit nem fog zavarni. Így né. Szia Dani! Miért nehéz ezekkel? Hát mert forgózsámolyos, ugye azt az nyek. Nem csak ezen a ponton nyeklik, hanem a zsámon is fordul. Jó. Traki orrával könnyebb tolat. Na, nézzük meg a földeket, hogy hol mi van. Azt mondja, enyém a 11-es föld. Jó van, Pred, nyálazd meg! Meg kell trágyázni. Nagyon jó. Gúnyolódsz velem, Pred. Ezért még majd számolunk szívbe. Meg kell trágyázni ezt is, és akkor gondolom, hogy a húzás is. Jó, refencsük be a gépet. És trágyázzuk meg a földet. Az tök jó. Nem, nem vagyok én olyan, hogy hátval ez István. Úgy ismertek ti engem. Ó, nagyon fata. Nem kizumol. Ó, de jó nagyot szór. Fú, ez nagyon fasz a gépe. Ah.
Aha, és csak hol fogom tudni, hogy mit trágyáztam meg, meg mit nem? Érzést, nem? Jó van a... Köbö eddig. Ja, véletlenül tegnap gyúk kapott, igen, tegnap gyúk kapta itt az íve. De csak fejre lőttem, de tuti fejre mentem. Nem szaggatja meg magát a gép így 12-vel. És akkor a szélét kell még lehúzni, igaz? Ebből így. Milyen kegyes vagyok, gyors halált adtam neki. Hát de úgy átballagott előttem is, én azt hittem, hogy ő ellen. Jó, ez már végig szúrja, ahogy látom. Fasz. Fasz, ide meg letesszük a csirke udvarhoz, arra a placra. Ez a teljesen jó hely lesz a csirke udvarnak. Vagy disznyó. De nem disznyó udvarunk, az van fel. Hát akkor csirke vagy birka. Így ráállunk, így. És akkor megszórjuk itt a maradékot. És akkor szerintem nagyjából meg van trágyázva a föld. Ja, hogy szántani kéne és nem veszi föl. Az fasza. Jelöli, hogy meg van trágyázva. Ez melyik ma? Mózes stream, ez a wood shear, a gyári letölthető mód. Szívesen, Mózes, nagyon szívesen. Nekem is tetszik, ez szerintem a modok közül nagyon jó, de ahogy tegnap néztem, még csak 4 pálya van bent a modokba, bólba, bólből. És még egyet fordulni kell, állja ott a szélét. Amúgy láttam valamelyik nap, mikor mentünk... Mikor Füredre mentem, nem valamelyik nap volt héten hétfőn, akkor láttam egy ilyen gépet, ami így ment ott a sorok között, azt így szórta a permetet. Ah, kis tuki feje van. Anya, nézzél már, olyan, mint egy kis aranyos kis gép lenne, mint vigyorog, hogy... Van bambán. Ez mérges? Hát, szerintem ennek van bambula feje van. Tibi, azzal a magyar mappal, amit néhány hétben tartottál, mi a helyzet lesz? Még a bóladás játszol még vele?
Most Zolcsi, azt sem tudom, hogy melyik térképre gondolsz. Ugye egy párat azért már megnéztünk az elmúlt időszakban. Az a baj, nem fogtak meg azok a térképek annyira. De fogunk még megnézni más térképeket, mindenféleképpen, hát azért még egy pár tér, jó pár térképet ki kéne próbálni, csak olyan pofásak legyenek. Ez a baj, volt, még nagyon pici volt, Zolcsi. Ugye az a baj, hogy most ugye a Windows újra lesz, hiszen minden mentésem is oda lett, szóval... Aha. Lehet, hogy tudom, hogy melyikre gondolsz, szerintem abból nem. Egyelőre ezt a térképet biztos, hogy fogom játszani, mert ez tetszik. Van erdő is, meg minden. Elég pofás kis térkép. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még. Elég betegen szól a motorja ennek a gépnek. Közben Tommy MC nagyon szépen köszönöm a videót, köszönöm szépen. És akkor még van ott a 20-as föld. Ez itt kaszáló? Felkaszálónk azt lesz tökivel. Ahogy látom. Szia tyúktól vagy üdvözölve. És ebben mi van? Ez cukorrépa? Valami olyasminek tűnik cukorrépának, nem? Aszá, de jó! Kell bérelni majd hozzá a gépet. Cukorrépa kiszedő. Ezt visszük Kaposvára a cukorgyárba. Na, nem is olyan pici ez a műtrágya tartály, elég sokat el tudunk vele szórni. Majd utána még ezt a nagy földet kellene megvenni itt lent. A 22-eset. Szerintem azzal úgy már egész szépen itt el lehetne bíbelődeni a farmmal. Meg majd mire ezt a cukorrépát kiszedjük a cukorrépa kiszedővel. Körülbelül ennyit fogtam meg. Itt. Hát szerintem nagyjából meg lesz ez egy trágyázva az egész föld. Van vendégülés. GPS helyzet meghatározás. Sok-sok gomb. Meg kar.
Meg van piros gomb. Meg rádió is van. Meg klíma. 29 fokra van bent állítva a hőmérséklet. Ha jól látom, az 29-es ott. Fó, mekkora hangszórók, mehet a házi buli. Azért ezekben a modern gépekben nem lehet olyan rossz dolgok, ha benne dolgozunk. Na jó, egész nap kint vagy a földön, meg rászkód, de... A klíma, rádió, muzsika. Fótülés az asszonynak. GPS meghatározás, önvezető mód, minden. Hú, ezt a cukorrépát, de jó lesz kiszedni. Na jó, meg van műtrágyázva itt az egész plac. Gyom az első körben talán nem lesz benne. De teljesen jó, lerakjuk a csirkeólat. TS ma folyam magyaros. Akkor rémlik, hogy mire gondol Zolcsi. Nem tudom, hogy lesz-e még belőle. Na gyerünk el oda, és nézzük meg akkor oda. Letesszük akkor egy csirkeudvart, vagy valami. Ide kintre. Vagy a birkaóla. Ide. Ez ott olyan szép lapos. Na, elhelyezhető helyek, ólak. Azt mondja, hogy tyúkól tegyünk, vagy birkaólat. Ez a birkaól, ez itt így egész elfoglalja. Várjatok csak, csinálunk egy mentést. Ha elbaszná a talajt. Tudjátok, a... gyorsan visszatöltjük. Oké, és most tegyük le akkor a nagy birkaóla. Mert hogyha elbassza a talajt, akkor kivesszük. Hanem? Ja, megtere? Hát de akkor is kihajtott az autó elé. Hát, mint cica, hogy vezet az a nő. Na nézzük. Én szerintem nem basztál a talaj. Ó, nagyon jó. Ó, nagyon fasza. Nagyon fasza. Hát ez tökre nem baszarintotta el. Ó, nagyon jó. Jó ez a síkterület, jó ez a síkterület. Közben köszönöm szépen az újabb érkező dolgot, és mindjárt meglátom, hogy ki is küldte. Dick, hogy kilépett a Windowsba. Szia Roland, üdvözöllek. Na, akkor kell nekünk egy víztartály, és jószág. Kell egy víztartály, onnan vizet tudunk hozni.
Egy ilyen. Jó. És szerintem kellene egy pici traktor. Ami az ilyen kis hülyeségeket csinálja. Amit úgy komolyabb munkára nem lehet lefogni. Kis fend, 815 lovas. Homlokcsatolót lehet rátenni? Ó, nagyon jó, motorbeállítás. Hát legyen az erősebb motor benne. Ez ilyen kis vízhordós traktor, meg kis izé. De nem is kell terepgumi. Na, de kell, az úgy traktorosabb. És akkor veszünk rá egy homlokrakodót. Zöld legyen. Ahogy. Ez ilyen kis vízhordós, meg takarít, tudjátok, amit úgy. Hát, Zolcsi az ilyen kiszületet tartunk a két stream között. Így, né? Így, raklapkana. Fölcsapjuk rá a víztartályt. Ja, az ott egy kuka földön. Ez meg ilyen kis mindenes traktor, ez így erre jó lesz. Elég gyorsan is megy. Ha más nem, az utánfutót el lehet vele hozni. Bálát, raklaposztó cél. Bálát behordani, vagy valami ilyesmi. Arra nem kell nagy gép. Tibi, ez melyik map? Motkány a bútok. Egy gyári mod, minden gyári mod megint most a játékban. Ezt a kaszállót meg kéne venni, mit mond, mit szóltok? Hol tudok vizet vételezni? Zoli, ha van kedved, gyere nyugodtan, minden gyári modben. Minden gyári modben. Hol van folyó? Ahol vizet tudok szerezni? Hát itt. Hát elég csúnyán lett meg műtrágyázva. Káposztatjuk, jó? Nem láttok, nem láttatok semmit. Elmegyünk, megtöltjük vízzel a folyóból ingyét. Mindjárt, akkor én is bemegyek szobára. Az lesz szép, hogyha majd nem húzza ki. Szobára mentek, jaja.
És Zolira adjunk hangot. Szia Zoli! Hello, sziasztok! Jaj, de milyen hangos vagy bele így a kicsi fülembe. Bocsánat. Most beszélgessünk? Így jó vagyok most már, úgyhogy halkabb lettem. Így nagyon jó. Oké. Okay. Stevie föltette Discordra a szívecskét, amit rajzoltunk neki a szélvédőre. Ja. Aha. Voltunk ma a kórházba, és Stevie-nek ott állt az autó. Úgyhogy fogtuk, megtörölgettem a szélvédőt, az asszony rúzsával megrajzolt egy szívecskét Stevie-nek a kocsijára. Jó, mindjárt elment. Aha, nem fogja kihúzni. Mindjárt Zoli, elindítom a játékot multiba. Oké. Okay. Mert ez Mondi jó ötletnek tűnt, hogy én a patakból megveszem a vizet. Csak azt nem gondoltam, hogy nem fogja kihúzni a kis traktort. Mi volt ez a Mill Landscape? Vagy mi volt a map neve? Nem. Woodstock, várjál, elmentem és... A Woodshire? Akkor gondolom. Valami olyasmi. Ja, ez jó, megvan. Mentem, azt elindítom multiba. Jó, évek kérdés, mire letöltöm addig. Á, nem olyan sok az, de amikor Eli bejönné hozzám, akkor automatikusan letölti az összeset. Szia, Stevie-ke! Pont most emlegettünk. New Woodshire. Emlegetett, szó már megjelenik. Piro TS játék, az lesz a jelszó meg. Tibikent nagy tével, jó? Oké. Okay. Itt Centrál Európa. Dick mi éppen pont most, hogy mentem be, hogy behúztam Zolit a Discordon a szobára. Pont láttam a fényképet, azt mondom az asszonynak, kitette Stevie a szívecskét, amit rajzoltunk neked a szélvédőre. Azon a részen még le is töröltük a szélvédőt, úgyhogy. Megköpködtem. Leköpködte az asszony a szélvédődet, úgyhogy ott lehet, hogy átmaródik az üveg, de... Na, indulj. Azt mondja, le se törölte azóta. Nem. Húzd ki! Kihúzta! Nagyon ügyes vagyok. Na, van 7300 liter vízünk. Ez jó lesz az állatoknak. Jó, ez meg van töltve, és én addig elmegyek használgatni. Ennek a traktornak a hangja, vagy mi ez az? Fűkasza, kérlek, Grevi, fűkasza! És akkor ez itt a fű. Ja. Mit mondtál? Mi a szerver neve? Biro vesző S. Ja, ez van. Centrál Európa. Ez
nem is kell, de nem csodrózni. Ha volt, ez egybe kötött ki a füle. Már csak össze kell szedni. Már nem számítottam játék. Mire? Hány, amikor benyomol azt, hogy tőle Moldó DLC letöltése, akkor instant a hivatalos oldalra dob ki, na, akkor letöltjük onnan. Hát elvileg automatikusan letölti a játékot, amit. Nem. Csak kirolni a módot onnan. Útkörizéknek letöltötte pedig. Kolosséknek. Minden fasz ez a kis gép, fűkombány. Jaja, ezt vagy bebálázzuk, vagy a fű összeszedővel összeszedjük, azt... Hát nem tudom, hogy fog-e kelleni a birkát, vagy bálába kell. De nehezen fordult vissza. Ott kell játszik a farming szimulátorral. Bocsánat, újra kellett indítani. Aha, a térkép mod véget. Egy picit halkabb így távolról nézve, ez így jobb. Tényleg kérdés, most olvastam. Igen? Mit szóltok hozzá, hogy elvileg a VOD-nál szuper tesztem van a VK7501K az új német Premium 8-as Heavy Tank. 7101K. 75. Jó. Ja. Jó, ja, nem érdekel. Ah, már nem adunk ki pénzt ilyenekre. Főleg nem 8-as tankra, általában a 8-as tűzönnel meg már nem is nagyon jár. Nem mindegy. Rangsorolt csaták? Nem tudod mikor lesznek? Elvileg az elkövetkezendő egy-két hónapon belül pontosabb betényesítők. Most már legalább én is részt tudok venni rajta. Miért van 8-as tankod? Aha. Nem 10-es? A rangsorol? A rangsorol 10-es vagy 8-as nem tudom. Nem tudom, hogy 10-es.
Ja igen, az a 8-as, ami minden hónapban van, egy hétig. A frontline. És a 10-es meg a rangsorol. Na majd meglátjuk. Zsolt, köszönöm szépen a lootot. Szia, Rorsi! Na, szinkronizáljad már, gyerünk. Csinálja! Beszinkronizálunk téged. Kit szeretnél magyar hangnak? Persze, hogyha most kifagyna. Há, annak örülné, mi? Bár nem olyan rég mentettem, szóval olyan sokat nem buknánk. Hát ezt a kaszálást, amit már eddig lekaszáltam ezzel a krepegővel. Én nem érek rá, sajnálom. Ilyen dolgokra, hogy kaszálál. Ja, akkor minek léptél fel a játékba? Hát nem kasz... És attól már mivel mit csinálok? Na jó, egyetlenül becsatlakozunk hozzád. Akkor még mindjárt adok neked izét, hogy tudjál gépekkel menni. Mit akarsz, hol merre csinálni? Ha most minden még növekszik, nem tudom, most vegyünk fűgyűjtőt, vagy bálázzunk? Mit akarsz, hogy milyen állatok vannak? Én még semmilyen állat nincs. De nem tudom, hogy minek hogy kell a fű. Hát birkának kell fű. Okay. Birkának meg a teheneknek kell csak. Hát az oké, de bálázol vagy fűgyűjtővel szedik össze? Hát ha bálázol, akkor kell elvileg a bálaszt részedő is, hogy oda tudd adni neki. Bár nem tudom, hogy a fűbálánál hol van konkrétan. De hogyha nem akarsz annyit szenvedni vele, tárolás szempontjából azt mondom, hogy bálázáson akkor össze tudod stócolni. De akkor majd inkább egy színapadlás. Az a neve, azt hiszem. Nem tudom, hogy melyik lenne célszerű. Mert még tehenen soha nem voltam, mert ugye be kell fóliázni. Nem. Attól függ, hogy hogy akarod adni neki. Sima fűként, vagy takarmánykörékként. A teheneknek akarom odaadni. Hát jó, de miként akarod? Sima fűként, hogy itt van neztek az egyetek? Vagy úgy, hogy rendesen takarmánykörék, de akkor már kell neki szalma, meg minden. Hát tudja tököm, hogy melyik célszerű. Amúgy Tibi, egy egyszerű prób dolog megoldja a vízkészletet. Hogyha az elhelyezhető tárgyaknál veszed egy víztornyot, azért fizetni kell, a patakba betolom az ingyen van. Jó, de ez meg 5000, és azt nem kap patakba betolnod, és biztos, hogy kijön onnan. Ingyen van. Az ingyétől semmi nem jobb. Bocsánat. Zoli. Nem Grevi, nem. Egyáltalán... Várjál, adok neked olyat, hogy hozzáférés... a járművekhez. Így. És... és akkor vegyünk bálázót? Hát attól fog, hogy akarod, hogy csak így egyszerűen nem akarsz vele sokat szenvedni, akkor egyszerűbb a fűgyűjtő. De jó a bálázás. Jó, de bálázóhoz kell ilyen homlokrakodó. De hogy van az a bála, ami összeszedi. Utánfutó. Vagy ilyesmi. Milyen?
De akkor is valamivel oda kell adni nekik. Elfelejtettél játszani. De hogy csinálok gazdaságot? Ha már csinálok gazdaságot, akkor egy jobbat hozok létre. Ennyi. Ha ez fóliázza, és akkor ez meg bálázza. Hol a bolt egyáltalán? De várjál csak egy pillanat, és akkor a bálázó technológia, és akkor a jószágnál meg... Mert nekünk kell egy olyan, hogy bála utánfutó. Igaz? Azért egyszerűbb egy sima fűgyűjtőt venni. Veszel egy nagyot, azt el van intézve. Az túl egyszerű. Bocsánat. De jól legyen, akkor úgy legyen egy fűgyűjtő. Elfelejtettem, hogy a nógrádiaknak semmi se jó. Ennyi. Ebbe belemegy 56 ezer liter. Mi van, tettél be pénzeket, hogy nem fogy a pénz, vagy mi? De, fogy a pénz. Jaj. Tessék, ott van, elmehetsz a traktorról érte. Megyek, már úton vagyok. Na szevasz, Tivi, visszatértél. Jól laktál? Én, az meg én vagyok az éhen kolbasz. Jó, de Tivi dolgozott, te megtanulsz csak. Én is már lózok, ki kellem magamnak. Én 7 órában, minden nap. Hétfőtől péntekig. Halló TV, kaptunk 14.600 forintos bruttó fizetésemelést. Az jó. Az alapodra kaptál annyit, nem? Ja. Az teljesen jó. Lidl-ös lazanya. Azt szeretem. A Lidl-is lazanyja. Azt én este szoktam enni. Az a baj, hogy egyedül nekiülök, azt én egy kilósot megeszek. Na, az jó, Tigris Place. A Lidl-ös? Meg lehet egyszer enni. Nem azt mondom, hogy hű, de egyszer meg lehet enni. Ha nincs más, és üres a hűtő. Hát most figyelj. Addig nincs bajom vele, még nem megenni. Azért szerintem lesz egy pár liter kül, ami most innen lejöttem. Melyiket arattad? Hát a cíves placot. Vagy még megveszem a másik kaszálót is, ami a papak mellett van. Mert szerintem kevés lesz, meg még csirkeudvart is akarok majd letenni, így hogy annak kell a... Na, és mit mondtak Tyukta, vagy mesét érve? Lesz belőle nagy bolond konténeres kamion fogő. De rendelünk Siege-es pólót, te hozod el Hamburgba. Valahogy éreztem, hogy a heavy deres traktorral fogsz érte menni.
Nem, ezt csak itt csatoltam rá. Oda rendes kerekesre mentem, csak hát az, amivel mentem, az nem tudná itt elvontatni ezen a... De az, hogy nem nagy traktor. Na, plusz motorra. Nem baj, ez jobb. Ja, értem. Hétfőn és kedden már beülsz jobb egybe. Az jó. Ja, mert ilyen gyakorlatot kell szerezni, hogy állsz meg a daru alatt, meg ilyenek, vagy csak a területeket mutatják meg. Hova kell majd menni. Vagy azt nem, de... Mi ismersz valakit, akkor bedülnök, hogy tudod a fejegységet megmutatnál. Autóvillamosságért? Á, necces. Autóvillamosság is, az a baj, nagyon egyére nem tudom. De ott a Tesco mellett van egy ilyen is. Aki ilyen autóhitikkel foglalkozik. Hát elvileg nem lehet olyan nagy kalandot lenni, elvileg a csatlakozók azok ugyanak. De elvileg ott a Tesco-nál van egy autóhit is, aki ilyenekkel foglalkozik. Ennek elég beteg hangja volt. Meg a boss szerviz. Ja, a boss szerviz is jó. Hát, hogy mennyi dolgoznak, nem tudom. Elvileg a Tesco mögött is van egy autó villamosság, de én ott már voltam, az már a fugacívvel nem mondom. Szóval, vagy a boss szerviz, ja, nem tudom, hogy mennyi teszik bele, rájuk kell kérdezni. Szerintem azért annyira nem horror. Jó, és akkor térkép. Tibi, Igen. lehet kellene venni a rendforgatót, mert akkor nem kéne ennyiszer körbe-körbe mászkálni. Hol lehet állat? Megkönnyítenéd vele a munkámat. Hogy nincs ólam meg állat. Á, olaim vannak, állataim nincsenek. Hol tudok állatot venni? Hát az olnál. Magánál az olnál? Aha. Nem tudom, hogy ez a mappon hogy van, hogy az a alapból lehelyezett ól annak számít, amivel tudsz állatot venni. Mindjárt megnézzük. Itt nem? Állatólag. Ez a De itt kapufi. meg van véve, szóval. De itt meg lehet rendelni az állatokat. Milyen birkáink legyenek? Fehér, barna, fekete. Rózsaszín. Fehér!
Vannak birkák. Jó, és azok hon vannak? Otta. Ott. Hol ott? Hát a kaszáló végén. Ja, itt mellettem, ja. Hát ugye azért, mert GPS, és én azért nem mondom azt, hogy bedobjuk, mert hát a GPS is. Azért nem, de sima magnót be tudnánk tenni, az nem lenne az olyan. Véső kalapács, hogy berakjuk. Pillanatragasztó. Szia, Dani. Nem itt kell a víz neki? Mikor lesz Minecraft? 20 év múlva. Nem lesz Minecraft. Kérték, hogy legyen. Itt miért nem fogadja el a vizet? Hol fogadja el a vizet? Hátulról esetleg? Birkákkal még nem foglalkoztam. De látom, pont megérted, Grevi. Ó, oh, itt. Jó, van a birkáknak víz. Majd, ha megtelik az a bigyó, akkor majd dobsz be ide a birkáknak? Persze, már 96%-on vagyok. Jó, nem kell az egész neki. Hát nem is tudom odaadni. A többi fivel mit csináljak? Hát az majd... Borítsam ki a semmi közepére, aztán majd jó van? Nem, majd nézzünk valami tárolót. Nem rengülünk. Ide lehajítunk majd, lehajítok egy nagy tárolót. Ide a kaszálóra, és akkor... Úgyis megveszem a másik kaszálót. Mennyi birkát vettél? Még tudom én. Ja. 16... Milyen... Kettőt, bocsánat. Milyen másik tárgyal ütközik te nagyon? Mi ütközik másik tárgyal? A levágott fűvel ütközik? Hova akarod tenni? Hát ide az út mellé, ide. Na majd mindjárt Zoli összeszedi a izét, az első sor. Nem, a fűvel nem ütközik. Azt is mondta, hogy RTS 2 lesz. Dolcsú, lesz! Srácok, türelem, lesz mit? Nem, idén lesz. Idén lesz. Majd decemberben karácsonyra megkapjátok. Nem, eznek valami gyíkja van, ami én nem teszi le. Próbált forgatni ODP-jel. Aha. Zoli, szedd már össze a füvet, bazd meg itt ezeket a csapatokat. Már? Ütközik vele, vagy mi? Aha, itt van egy ilyen kupac, meg itt, ezeket a kicsiket szedd már össze. Hát de nem vagyok benne biztos, hogy összeszem, mert 99%-on vagyok. Ez de gáz, hogy ütközik vele. Mert már ide lerakja, csak én ide a szélére akarom, és itt pont a lábakban van benne. Amire most fordulsz rá a fűkupat, azt szed még össze, úgy. Egyenesen. Van itt egy minimális kupac, mondjuk, ha jól látom. Fordulj, akkor ne fordulj. Így jó most már? Várjál. Jó.
Elvileg jó. Ez szerinted így jó? Mi a bánat ez a? Ja, a izé? Nagy vibrátor? Nem, egyet. Nézzétek, mekkora gyógyszert jelentett le velem. E. Nagy lóba, szóval ettől fogok megfúlni. Lecsusszan, ha. Mivel mozgatom az épületet? Nyom F1-et és ott kérje a cuccokat hozzá. Zoli, belemászol a lelki világomba. Bocsánat. Így jó vagyok? Azt itt mit kell csinálni ebbe? Nem mondod, hogy teljesen fordítva rakta le. Ebbe akartam begyűjteni a füvet. De hát ez csak egy fészer. Hát és? Hát de akkor legalább vegyél szén a padlást hozzá, vagy mit tudom én. Annak hát de most ebbe be tudod rakni a izét. A füvet. De te olyan igénytelenül néz ki. Miért néz ki igénytelenül? Egy nagy izét tároló. Akkor feljárat is csináld már meg hozzá, légy szíves. Azt nem tudom, hogy mit kell. De én nem így akartam letenni. Ez olyan szar. Én el akartam forgatni. Hogy az út felé legyen. Neked. Elvileg adtál hozzá jogot. Át tehetem, Tibi? Tedd át, forgasd át. Úgyhogy az út felé legyen az izi az, or, az eleje, a nyitott rész. Oké. Na lássuk. Zoli megoldja. Elvileg eladtam. Akkor ide mellé meg letesszük majd a csirkeudvart. Az úgy nagyon kassza lesz. És én akkor közben még megveszem a másik kaszálót, hogy kaszálónk az legyen. Ez itt ez elég nagy. Na mi van? Ütközik a fűvel továbbiakba is. Ezzel itt te? Aha, meg itt erre befelé két sorra. Várjál, add ide a traktort, szállj ki belőle. Hát de tele van. Mindjárt megoldjuk. Kijöntöd az igénytelenül. Összebírni, össze tudjuk szedni. Nagyjából itt nézd. Jó, mindjárt szükségük. Így itt, meg ez a, ez a két-három sor van itt benne, körülbelül. Nézd meg, ezért szedtem én össze azt a füvet, hogy aztán kiborítsák. Hát. Mit csináljak vele? Vegyél több birkát például. Akkor legalább nem tudom, lett volna haszna a fű összetedésnek. De lesznek tehenek, Zoli. Ja. Akkor ezt te mondjad. Szerinted minek vettem fűkaszállót meg egy ekkora tároló? Birkáknak? Nem, teheneket akarok. Hát akkor egy szénapadlás egyszerűbb volna. Nem. Hát bocsánat. Akkor jól láttam. Jól láttad, igen, ne szólalj meg! Ne szólalj meg!
Végig mentem a soron, hogy nem volt bekapcsolva a gép. De én becsülettel végig mentem a soron. Szia Roland, köszi szépen, hogy itt voltál, szia-szia. Nem pillanat türelmet kérek, nézzük valami kaját. Mit? Enni akarsz? Micsoda? Szerintem ezt ott basztuk el, hogy nem fogja összeszedni a izé véget, hogy emelkedik a talál. Látjátok, ezt mondom. Itt vagyok, bocsánat. Hát egy cigit. Szerintem itt a sarkánál azért nem fogja összeszedni, mert ott emelkedik a talál. Hol? Ott nem kell, itt kell. Bazol ezt a két sort. Arrafelé. Itt a sarkánál megnézzük egy. Hol van? Ott van egy kis kupac, tudod? Aha. Megvan. Melyikkel lehetett ott állítani? Elvileg már eltűnt. Na Zoli, így már jó. Elvileg jó. Csak egy pillanat próbálom visszarendezni úgy, ahogy volt itt a terepet. Jó. A területrendezés az nagyon szarul, hogy megcsinálva a játékban. Hát az látszik. Nyé. Jó, tovább ne. Vigyázz, próbálom a izét. Még egy picit. Így jó lesz. És akkor így izé hosszába kell lerakni az épületet. Mert nekem is odébb kell mennem, lehet. Jó, és akkor mi volt? Fészer, és a 22.000-es volt, ugye? Igen. Kamerát beforgassuk. Így lenne fasza valahogy. Lerakod? Aha, teszem. Pillanat.
Na? Tárgy megvásárlása sikertelen. Próbáld újra. Mit próbáljak újra? Na jó, csinálom. Letettem. Flagban. Jó, ez így faszok. Ez így faszok. Na, ez így faszok. Próbáltam egy picit lejjebb tenni, nem nagyon rendel az oterepet. Remélem sikerült. Sikerült valamennyi. Jó, ezt ide mehet be a fű. Az összes Átvessük körülött a izét? Mit? Tárgyat, meg ilyesmi. Nem lehet visszavetni a füvet, nem? De föl lehet szántani, de én azt mondom, hogy itt a bázis körül például, hogy... Nem kell. Most ide még úgyis lerakom mellé a csirkeólat. Ez jó van, itt akkor ez eltűnik. Érted? Értem, de én a körülötte lévő beton cuccat ja, nem. Ja nem, az maradhat, az maradhat. Ja, már mindegy, már elkezdtem rendezni. Csak hogy ne nézzen ki annyira igénytelenül. Szerintem így megoldottam, nézd. És nem akkor... arra mondom, itt a fa felé. Hát ez annyira nem lényeges volt. Így néz, ebben mehet be a fű. Még ott egy lebegő keréknyom. Á, igen, ilyenek vannak sajnos a játékban. Melyik volt az a tereptípus? Raktak hozzá még egy rakott tereptípust? Nem tudom. Megvan? Nem. Ez... Ez sem. Az sem. Ez sem. Ez sem. Nekem a gépben az volt a jó, hogy az elég egybeszólt ki a füvet, szóval. De amúgy van rencsodrónk is. Szerintem egész jó visszacettem a füvet. Hát, ez de gáz. Mi? Ez hogy kinéz utcát. Nem szedek, mert tele van már. De annyit füvet be lehet tárolni, amennyit nem szégyellik. Meg itt itt festem a cuccot hozzá. Most túlszaladt. Közben köszönöm szépen a lootot. Szerintem egy pár tehénnek elég lesz így, amit így be tudunk tárolni. Hát, ez nem soknak sajnos. Na jó, de mire ezt betároljuk az egészet? Az bahi nem fog sok férni egyébként? Micsoda?
Nem fog ide sok főni, legalábbis annyit, amennyit szeretnénk. De ahogy van. Hidd el, nem. Tudod, van az a listáló, amit lehet venni, nem tudom, 250 tényleg fér bele, talán, vagy 200. Itt van, az alapból van a térképen is álló. Jó, de hogy... Menj még bele, 200. Tudom, csak így mondom, hogy kb. 200 tényleg fér bele. És az a vicc, hogy amit az alapmappon elkezdtem, televettem tehénnel. És konkrétan kellett egy módot beszerezni, tudod, ebből a keverőkocsiból. Igen. De keverem neki a takarmányt. Mert sima kocsival egyszerűen napi szinten többet fogyasztottak el a tehenek, mint amit be tudtam nekik adni. Így a kapacitások egy picit irreális. Ja, az abálások a teheneknek? Aha. Hát jó, egyszerűen... vettem kaszálót, hát úgy tartom. Nem az, hanem hogy csak. Nagyjából úgy volt tudod a 15-ben meg a 17-ben, hogy így nem tudom, 100-150 tényleg és simán pörgethettük 120-szorosan az időt, és ez a 16 000-es kapacitású takarmánykövővel lefedezted, amit fogyasztanak. Aha. Itt 200 tehénnél beadod azt, hogy puf, elfogyott, amit adtál nekik. Aha, értem, mire gondolsz. És ahhoz képest nem is termelnek annyit, mint a előző verziókban. Ej, figyelj, még tehenet soha nem tartottam a játékba, úgyhogy ezt most kipróbálom, de nem veszek csak először 10-15 darabot. Az a baj sajnos, hogy a tehén tényleg csak úgy éri meg, hogy nagy mennyiségben. Mint nehéz a birka. Ezzel a hevederessel forogni. Hát... Szerinted miért nem akarom elvenni tőled? Használd nyugodtan, tiszta szívvel. Lélekkel. A tehenek azt írja Dani, hogy a 11-ben volt a legjobb. Jó, minden a régi verzióban volt a legjobb. Ennyi erővel. Nem tudom, nekem ez a 19, ez nagyon bejön. Hol a rendforgató, Tibi, amúgy? Bázison van valahol. De akkor, ja. Hogyha van kedved, akkor kaszálhatsz is. Na, de először összerendforgatózom neked, hogy könnyebben összeszed. Hát de nincs lekaszálva semmi fűnek. Akkor megyek. Melyik földet kaszáljam? Melyik kaszáló? Itt a 11-es mellett meg a víz között. Nem meg kéne nézni, melyik a mi földön. 11-estől merre? Jobbra vagy? Hát a víz felé, mert a másikon nem kaszálni való van, izé van, ami el van újtott az ab. Ja, akkor erre gondolom nem kéne rámenni. Hát arra nem, mert a taposás az aktív. Ja, amúgy ez az, ami tényleg fölidegesített engem a fejlesztésbe, hogy kivették a fűnek a letaposását. Mert? Hát nem vett rész, hogy bemész a földre, a földön a növényeket letaposod, de a fűt nem taposod le sehol se. De kitaposod a fűt is. Nem. Most is a fű megyek, ezt nem taposom ki. Ez jó, hogy ilyen baszás alig telik fűvel.
Viszont azt tetszik, hogy itt egy csomó mindent magadnak tudsz csinálni. De ugye a 17-ben is magának adtál a fejed a játék. Minden nap végén. Ja, az idegesített engem is. Itt meg mikor akarod összegyűjtöd, veszel teljes kocsit, azt elvesz. Milyen nagy ívben kell fordulni ezzel a izével. Ja, hogy nem a izét a... Jó. Van, lekaszáltad a termést, vagy mit? Nem, hogy én így be akartam menni oda a füves területre, aztán rájöttem, hogy ott nem lehet bemenni, hol én akarok. Kerítünk majd egy másik ajánlatot. Van kerítés. Úgyhogy most itt körülötte lekaszálom a füvet. Jó, hát ezt nagyjából szedtem, fasza. Hát az 55%-on van, kilépem. Meg például kivették a melegházat, ha így a játékó. Hú, na az idegesítő. Viszont modként töltöttem le egyet. Azt láttam, ki kéne próbálni, hogy milyen. Na majd. Csak az meg kéne tehén, hogy disznó. Na majd az sok drága kell. Most letöltöttem magamnak újra, ami 17-ben volt a horse aggravation. Egészen megváltozott így a 19-el. Meg majd kell venni egy manikút, majd kanállal az föl lehet túrni a füvet kipottra. Na jó, viszont 17:30, én egyelőre elköszönök. Zoli, tőled is elköszönök, köszönöm szépen a játékot, és akkor találkozunk egy kicsit később, és ott a további szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok!